Április 5-én Mindszent határában történt egy súlyos vonatbaleset, melyben öten vesztették életüket. A motorvonat az eléhajtó teherautót elsodorta, majd kisiklott és az oldalára borult. A vonatvezető ugyan mindent megtett, hogy lassuljon a jármű, de elkerülhetetlen volt a baleset. Ez volt a 26. idei útátjárós baleset, és sajnos azóta már ma 7-én hajnalban egy újabb történt. Sárvár állomásra egy tehervonat haladt be, és az ott lévő útátjárónál ütközött egy személygépkocsival. Én úgy tudom, hogy a kocsi, az autó vezetője szintén sajnos elhunyt. Több száz méter, akár 800-900 méter is lehet egy vonatnak a fékútja, attól függően, hogy milyen a tömege, milyen a súlya, mekkora a sebessége, és milyenek az időjárási körülmények. 2020-ban 62, tavaly 86 alkalommal történt baleset vasúti átjárón. Idén már 27 ilyen eset volt, melyből 15 végződött halállal. A tilos jelzés a gyalogosokra, a kerékpárral közlekedőkre, sőt a megkülönböztető jelzést használó, vagyis szirénázó autókra is vonatkozik. A vonatszerelvény gyorsan halad, és mire észleli a vezetője a sínen álló vagy odatartó másik járművet, már nem tud megállni. A vasúti szerencsétlenségeket általában az okozza, hogy a járművezetők körültekintés nélkül hajtanak be a vasúti átjárókba. Ezeknek a járművezetőknek és az utasaiknak is egyaránt igen kevés esélyük van a túlélésre, hiszen a vonatok féktávolsága több száz méter is lehet. A vasúti szerelvények vezetői ilyenkor már nem tudják elkerülni a balesetet. A fénysorompóval biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, egyrészt ha fénysorompó villogó fehér jelzést ad, ha körülnézéssel meggyőződtünk az áthaladás veszélytelenségéről, illetve hogyha lehetőség van a folyamatos áthaladásra, tehát nincs torlódás. Mindkét általunk megkérdezett szóvivő kiemelte, hogy a vasúti átjáró fehér villogó fénye csupán azt jelzi, hogy a biztosító berendezés megfelelően működik, tehát a fehér jelzés nem szabad jelzés.